És akkor Gáspárnak a lendületén tovább haladva, mert nagyon magával ragadta azt hiszem az egész közönséget, akkor szeretném szólítani az utolsó erőadónkat, Pőce Vilmost, vagy Pártadászt, akinek előadása az Egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás, vagy Élet egy védikus hagyományokra épülő közösségben címet viseli. Amit róla tudnunk érdemes az az, hogy 89 és 95 között természetvédelmi és oktatási referensként, környezeti tanácsadóként, szervezőként és pályázatíróként dolgozott a Reflex Környezetvédő Egyesületnél. Jelenleg Krisna Völgy, indiai kulturális központ és Biofarm környezetgazdálkodási vezetője, és az Ökovölgy Alapítvány munkatársa önkéntes státuszban. Részt vett a Holtrába vizes élőhely rekonstrukciójában is, és 2001 óta Krisna Völgyben folyó erdősítés, parképítés és a botanikus kert telepítésének munkálataiban is közreműködik. Részt vett a közösség nágyökérzónás szennyvíztisztító és hasznosító rendszerének tervezésében és üzemeltetésével is foglalkozik. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkit köszöntök. Tényleg Gáspárnak a lelkesedése az remélem átragadt ránk, ahogy ahogyan a délelőtt, kicsi lehangoló adatai után meg azt várnánk, hogy akkor azért van valami remény. Ugye volt itt egy hozzászóló a délelőtti szekciónak a végén, hogy mondjon már valaki valami lelkesítőt, hogy mi lesz majd azután, hogyha esetleg összeomlik a világnak a mostani helyzete. Én sem tudok valamilyen biztos dolgot mondani, viszont és azt sem tudom mondani, hogy az, ahogyan mi csináljuk, ahogyan mi élünk Krisnavölgyben, az lesz majd valószínűleg a jövőnek egy új létezési formája. De az biztos, hogy az, ha a múltra támaszkodó jövőt építünk, akkor az mindig reményteli, mert évezredek bizonyították, hogy bizonyos dolgok azok folyamatában működnek. A másik, amivel vissza szeretnék még az elején utalni, hogy elhangzott Sivaram Maharaj előadásában, hogy ennek a világnak van egy alkotója, egy teremtője. Azt is látjuk, hogy nagyon komoly törvényszerűségek alapján működik a világ. Az már feltételezi, hogy van valahol egy törvényalkotó is, akinek volt valami szándéka ezzel a teremtéssel. És mi pedig ebben létezünk, akkor nekünk is van valami célunk ebben. Na most logikailag ezek már úgy jönnek össze, hogy van valaki, akinek volt ezzel egy terve, vagyunk mi, akik részt veszünk és egy céllal vagyunk itt ebben a világban, akkor nézzük meg, hogy mélyüljünk el abban, hogy mi is az, amit tennünk kellene. Biztosat elég nehéz. Technikailag, egy faluról jövök, úgyhogy igen, biztos, hogy elég nehéz saját kútfőből meríteni, mert látjuk, hogyha csak a tükörbe nézünk reggelente, hogy elég sok tökéletlenséggel rendelkezünk. Ezt alátámasztják általában a szentírások is, és maga Isten is mondja, hogy ne bízzuk el annyira magunkat itt a világban, mert nem tudunk mindent olyan tökéletesen, de ad segítséget, hogy akkor mégis mi az, amit tudunk tenni. És őt lehet, hogy már többen ismerik, nagyon különleges személyiség, Srila Prabhupádnak szoktuk csak szólítani, ő egy nagyon különleges lelki tanítómester, aki a védáknak, India ősi szentirataiknak az üzenetét adta át az egész nyugati társadalomnak, cirka 50 évvel ezelőtt, és ő adott egy mottót, hogy hogyan éljenek a világban mondjuk azok, akik megértik ezeket a törvényszerűségeket, és hogy javasolta, hogy éljenek kisközösségekben, egyszerű kisközösségekben, falusi közösségekben, ahol a szükségleteiket, a valós szükségleteiket elő tudják teremteni, meg tudják kapni, hiszen a természet mindennel ellát bennünket. Azok az ökoszisztéma szolgáltatások, amikről szintén szó esett délelőtt, azok léteznek, és mindenki a saját bőrén is tapasztalhatja, hogyha a túlságosan épített környezetből egy kicsit kilép.
És az ő adta ezt a mottót, hogy ezek a közösségek így éljenek. Az egyszerű élet az egyszer jelenti a természetességet is. Az egyszerűség az védikus szempontból természetességet is, vagy valamit, ami nem egy különös erőfeszítés révén érhető el ebben a világban. És mindjárt az elején egy pillanatra ki is térek, hogy ilyen közösségekben létezünk, és amilyen most Krisna-völgy is, vagy amilyenné formálódik még az idők során, de ehhez hasonlóan nagyon sok kezdeményezés van, és nem csak azon a nevezőn, vagy vallási közös nevezőn szerveződve, amin mondjuk Krisna-völgy meg tudott valósulni, hanem nagyon sokféle indítatással ebben a világban több ezer hasonló közösség létezik. Nem tudom, hogy ki ismeri a világ szervezetét ennek az ökofalu mozgalomnak, a Global Ecovillage Network. Ez egy minden földrészre kiterjedő szervezet, ahol hát úgy látszik a közösségek megtalálják egymást, és egymást erősítik csak azáltal, hogy tudunk egymás tevékenységéről, és mindenki próbálja átadni a tapasztalatait. Sajnos nagyon sok tudás elveszett az elmúlt 3-4 generáció alatt, vagy ha visszamegyünk, akkor az ipari forradalom kezdete óta, amióta annyira átalakult az életmódja az emberiségnek, és álszükségletekre alapozza a mai létét, és ezt a tudást sokszor saját bőrünkön kell újra megtapasztalni, vagy megszerezni, újra vért kell izzadnunk, vagy fel kell találni a spanyol viaszt, de ha lehet, akkor inkább egymástól is tanulunk. És ez a világháló, ennek van egy magyarországi szervezete is, a Magyarországi Élőfalvak hálózata, vagy rövidítve a MÉH, és mondanék, vagy felolvasnék egy önmeghatározását az Ökofalvak Nemzetközi Szövetségének, hogy mik is ezek az ökofalvak. Az ökofalvak kis környezeti terhelésű, fenntartható és jó életminőséget biztosító települések modelljei. Az úgynevezett ökológiai tervezés elveinek megvalósításával és az önkéntes egyszerűség vállalásával törekszenek arra, hogy minél jobban csökkentsék ökológiai lábnyomukat. Egy nagyon sok mindenben egybecseng azzal, ahogyan Krisna-völgy is felépült. Minden ilyen közösségnek, az egyénnek is, a közösségnek is, a társadalomnak is van egy csecsemő, egy tinédzser és egy felnőtt kora. Aztán persze van egy későbbi és egy agastyán, és reméljük, hogy ha közösségekről beszélünk, akkor folyamatosságról is beszélhetünk, akkor nem a megszűnéssel végződik. De ugyanígy mi is megéljük, hogy Krisna-völgynek is van egy csecsemő, egy gyermekkor, és nagyjából most már a felnőtt kor határán van, hiszen 93-ban kezdődött. Délelőtt szó esett arról, hogy milyen válságok vesznek ma körül bennünket. Ezek mindegyikhez kapcsolódik a fenntarthatóságnak egy-egy pilléréhez egy-egy válság is, és mindegyikhez van valamilyen megoldás is az életünkben, amit ha követünk, akkor legalább hosszabb távra is vannak reményeink. Ehhez persze ma már nem csak ezt a három pillért szokták említeni fenntarthatóságnál, hanem hozzáteszik sokan ezt a spirituális alapot is, amilyen alap nélkül nem nagyon létezik egyetlen közösség sem hosszú távon. Ez a tapasztalat, ennek az említett ökofalu mozgalomnak is ez a tapasztalata, csak Európában több mint 400 ilyen falu van, és Oroszországban még majdnem ugyanennyi. Nem, hogy Oroszország nem része Európának, csak egy külön mozgalom van benne. Tehát nagyon sok ilyen település létezik, és az a tapasztalat, hogy ahol nem volt meg ez a közös nevező, ahol nem volt meg ez a spirituális alap, amiben a közösségek szerveződtek, akkor az nagy nehézségeket okozott előbb-utóbb a közösségnek. Főleg a társadalmi fenntarthatóság szempontjából. Mi sok segítséget kapunk a törvényalkotótól, a természet működtetőjétől. Ő ad egy
használati utasítást is a szentírásokon keresztül ahhoz, hogy hogyan lehet létezni ebben a világban. És ez a vers a Srimad Bhagavatamból azt mondja el, hogy mi az egyszerűség. Hogy valójában nekünk csak az Labo Jivita Javata, az azt jelenti, hogy nekünk csak az egészséges élet fenntartása, a testnek a fenntartására van szükség, és valódi célja az pedig nyilván más az emberi létezésnek. De ez egyúttal azt is kifejezi, hogy ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, tehát hogy ezzel azért törődnünk kell, főleg a közösségi fenntarthatóságról van szó, mert hogyha egy valaki ül a Himalájában, mint egy jógi, lehet, hogy nem olyan nagy időt és energiát kell erre külön fordítania, de ha a közösségben gondolkozunk, akkor egy kicsit ez más, és ebben a korszakban nem is olyan sokan ülnek a Himalájában jógiként. Ezek a valódi emberi anyagi alapszükségletek, amit hosszas kutatások után is szintén az ökofalu mozgalom, illetve egy híres kutatónk jutott erre a következtetésre, ezek szintén a szentírásoknak az alapjaira támaszkodnak, hogy nagyjából, hogyha bárhol a világon megpróbál élni egy ember, akkor ezekre van szüksége. Ezt persze ki lehet elégíteni alapfokon, középfokon, felsőfokon is, vagy hát különböző szükségletek más-más emberektől előjönnek, de legalább, hogy ezekre kell csak koncentrálni, az egy leegyszerűsíti nagyban a keresésünket. Az alapvetőek azok, amik nélkül nem fog létezni egyetlen közösség sem hosszú távon, a kiegészítők pedig azok, amik lehet, hogy rövidebb időszakot át tudunk nélkülük is vészelni, de a minőségi élethez ahhoz időt kell erre is fordítani. Vagy akár mondjuk itt most Magyarországon vagyunk, és lehet, hogy nekünk fontos a fűtés és a világítás, Indiában lehet, hogy köszönik szépen, nem annyira az élet alapvető szükséglete. De az alapvetőknél esetleg meglepő, hogy mi minden kerülhet bele. Az egészségmegőrzés, az orvoslás általában erre már nem annyira szoktak közvetlenül gondolni az emberek, mert abból indulunk ki, hogy soha semmilyen baj, probléma nincsen az életünkben, aztán meglepődve tapasztaljuk, hogy azért vannak. És aztán a legkevésbé szoktuk felsorolni alapvető szükségletként az értékrendnek az átadását a következő generációnak, az oktatás, az ismeret átadás, mert annyira belénk súlykolt a mostani civilizációs felépítés, a mostani társadalmi környezet, hogy nekünk saját életünkben kell gondolkozni, és saját magunk megvalósításában, a saját sikerünknek a megvalósításában. Szóval egy pár kép arról, hogy mi is történt itt mondjuk 22 év alatt Krisna völgyben. 93-ban egy területet találtunk, sokat néztünk az országban, voltak elképzeléseink, határozott elképzeléseink, hogy mit szeretnénk egy ilyen területen megvalósítani, de azért nem volt annyira lefektetve minden, hogy bárhol meg tudjuk ezt találni. Aztán itt egy ismerős révén, én akkor még nem voltam ennek a mozgalomnak a tagja, de máig is nagyon hálás vagyok, hogy azóta már ez lettem. 93-ban ezt a területet Somogyvámos határában, a külső és a belső Somogyi dombság határán találtuk meg, akkor lehet látni, hogy ez még egy szinte szűz szántó területek voltak. Akkor egy olyan 60-70 hektárt sikerült elsőre megvásárolni, és utána ez fejlődött az idők során. Hát kezdetben nagyon lemondott körülmények voltak, amiben a lelkes fiatal szerzetesek, akik oda szentelték az életüket, akkor teljesen jól érezték magukat, és próbálták felépíteni őket. Ez az igazi úttörő mozgalom még az elején, akár a nylon templomtól kezdve fenntarthatósági kezdeményezésként próbáltuk fenntartani, hogy legalább fennmaradjon. De aztán gyorsan fejlődött a közösség. Hát ez egy zöldmezős beruházás, ha nevezhetem úgy az első kép után, hogy egy szűz szántóterület, ami eléggé erodált talajfelszínű szántóterület volt, de zöldmezős beruházásként indult, és nagyon sok minden kialakult. Az első épület az a templom épület volt, mint hogy mi egy vallásos közösség vagyunk.
Aztán felülnézetből ez már körülbelül így néz ki. Nem mondom, hogy most kész van, van egy ilyen angol mondás, a kertészek használják, hogy a kert soha nincs kész. Ez ugyanígy érvényes Krisna völgyre is, hiszen mindig lehet valamit hozzátenni. Úgy is épült föl Krisna völgy, hogy igazából mindenki, aki ott él, az valamit hozzárakott. A tudását, a fizikai munkáját, az energiáját. És hogy mi lett 2015-re, itt lehet látni, most olyan 275 hektáros felületen vagyunk, ami hát van nagyon sok tanulmány arra, hogy pont mit jelent önellátásban élni. Én majd a figyelmükbe ajánlom ezt a kötetet, aminek most már van második kötete is, a beszélgetések az önellátásról. Ez taglalja a Krisna-völgy tapasztalatait, amit az elmúlt 22 évben szereztünk, és ott azt figyeltük, azt arra a következtetésre jutottunk, hogy olyan 500 hektáron egy 300 fős közösség ma magyar viszonylatokban vagy európai viszonylatokban képes fenntartani, az alapszükségleteit kielégíteni hosszú távon magát. Hát itt még kisebb a terület is, és kisebb a lélekszám is, bár az emberi lélekszámról beszélek. De ettől függetlenül a fenntarthatóságnak egy fontos mérőszáma az ökolábnyom, és az jelen pillanatban egy elég jó értéket mutat krisna-völgyi életmód mellett, pedig ahogyan elhangzott, azért ez nem teljesen még az arhaikus falusi közösség, hanem itt azért nagyon sok városi elem is megtalálható a területen, vagy az életmódunkban. Egy pár képet arról mutatok, hogy sok mindennel kell újra foglalkozni, amikor egy ilyen új helyszínen egy közösség megpróbál önellátásra berendezkedni. Az egyik, hogy újra a természetnek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy visszaszerezze az önmegújuló képe, vagy az önmegújuló képessége révén visszaszerezze a tájban a harmonikus, visszaadja azokat a szolgáltatásokat, amit az ökoszisztémák tudnak adni az ott élőknek. Mert annyira befolyásolni tudjuk már a modern életmódunkkal. Itt nekünk óriási fásításokat kellett kezdeni, hiszen Somogy megye az egy nagyon jó erdősült terület még az országon belül is, de pont a Somogy-Vámos határa az nem volt annyira. 300 ezernél több fát ültettünk el az elmúlt 22 év alatt, hogy majd egyszer újra egy erdős terület legyen. Az erdőkről Hetesi Zsolt nagyon fontos dolgokat árult el nekünk délelőtt, hogy milyen fontos, hogyha egyáltalán léteznek a tájban. És ezt lehetett elérni, hogy mondjuk ennyi idő alatt elértük, hogy magasabb az erdősültség aránya, mint az országos átlag jelen pillanatban Krisna-völgy területén. Ennek hosszabb távon lesznek majd kihatásai. Víz és energiagazdálkodásba ez. Most csak a környezeti fenntarthatóságról mutatok egy pár kiragadott példát. Krisna-völgy egészéről nem tudok 15 percen belül nyilatkozni minden részletében, de a környezeti, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatósághoz is egy pár képet mutatnék. Ez a nádgyökérzónás tisztító rendszer, ez akkor lényeges, hogyha a folyóvizet is használunk, és Krisna-völgy így kezdődött még. De ezt meg lehet még egyszerűbben is oldani, hogy a vizeket ne szennyezzük el, és ez egy hasznosító rendszer, tehát a következő megtisztított szennyvizet azt helyben hasznosítjuk, nem eresztjük újra élővizekbe. Nagyon lényeges, hogy ha ismerjük a természet törvényeit, és hát megpróbálunk elmélyülni azoknak és Isten törvényei, megpróbáljuk ezeket megismerni, akkor tudunk meríteni ahhoz, hogy hogyan létezzünk. Mint hogy vannak elvek amögött is, hogy milyen az élelmiszer önellátásnak a szükséglete. Hogyha a laktovegetáriánus életmódra rendezkedünk be, akkor nagyjából ezekre a gazdálkodási részekre lesz szükségünk, amiket itt felsorolnak. És hát ehhez mindegyikben van egy-egy fontos részlet. Tehenészetnél próbáljuk azt
és a növénytermesztésnél azt elérni, hogy a kőolaj alapú gazdaságtól visszamenjünk az eredeti egyszerű földműveléshez. Nem feltétlenül a szántás, itt pont egy legelőtt törünk fel, nem feltétlenül a szántásos művelés lesz a jövő, mint ahogy arra is utalt már délelőtt a Hetesi Zsolt. Most már vannak kísérleteink a nem szántásos növénytermesztésre is. A természetnek nagyon jó tanító ereje van, hogy hogyan működik a legjobban. De ezekkel az egyszerű eszközökkel és módszerekkel meg lehet termelni egészen kis felületen az embereknek a szükségletét. Igen, ide szerettem volna csak beszúrni, hogy annak, akiknek kétségei vannak arra vonatkozóan, hogy létezhet élelmiszerönellátás, ha a mostani modern fogyasztói kultúra szerint próbálunk erre törekedni, akkor igen, tényleg kétséges. De, és főleg a húsfogyasztás miatt, hogyha ha vegetáriánus életmódot folytatnának az emberek, vegetáriánus táplálkozást mellett döntenének, akkor a Kaliforniai Egyetem kutatásai szerint akár 18 milliárd embernek is elegendő élelmet tudna adni a jelenlegi szántóterület a Földön. Tehát nem kéne még új szántóterületeket sem bevonni. És hát ez hozzá kapcsolódik, hogy a társadalmi fenntarthatóság, a közösségi fenntarthatóságnak is fontos részei azok, amikor az önellátásban tevékenykedünk. Szintén az ismeretátadás zajlik, és az értékrend átadása, hogy mit tartunk értékesnek a világban. A méhészetünk is fontos anyagokat ad az egészség megőrzéshez, mint emberi alapszükséglethez, nem csak mint édességet, hanem gyógyszereket és gyógytermékeket. A kertészet, gyümölcsészetnél, hát ebben a minta, amit ad nekünk Isten, az a változatosság. És ez nem csak gyönyörködtet, ahogyan Descartes mondta, hanem valóban fenntarthatóvá is teszi az egyre szélsőségesebb időjárásban az önellátó gazdálkodást, hiszen arról is délelőtt hallhattunk, hogy ha túl nagy felületen azonos növényeket termesztünk, akkor ott eléggé kiszolgáltatottak leszünk az egyre sűrűbben változó éghajlati hatásoknak. Viszont, hogyha sokkal többféle élelmiszert termelünk, akár kis felületen is, akkor nagyobb a termésbiztonság. Hát itt nálunk volt időszak, amikor 40 féle zöldséget termeltünk, általában megállapodtunk olyan 25-30 fajta zöldségnél, és nagyon sokféle gyümölcsöt is, ami Magyarországon megteremhet, azt igazából termelünk. Csak almából 130 régi tájfajtánk van. Ezt támogatja, ezt a mintát követi, amit ad nekünk Isten, hogy a változatosság az a fenntarthatóságnak az alapja. És ezt kell bevinnünk, ez a természetes változatosságot a termelésbe is, és az étkezésbe is, ami szintén a másik környezetünknek, a testünknek a fenntartásához, az egészségmegőrzéshez kapcsolódik. Itt a módszerek is, mint a biokertészeti, vagy a hagyományos kertészeti módszerek, amiket követünk. És szintén esett róla szó itt a városi kertészetek kapcsán, amik nagyon lelkesítőek. A kubai kényszerhelyzethez képest sokkal jobb, hogyha még kényszer nélkül elkezdjük a városokat is kertekké alakítani. De ahhoz nagyon fontosak a saját magok, és ebben is Krisna völgy próbál előre jutni. Nem létezhet fenntarthatóság ezen a klímán, hogyha nincsen a 6 hónap téli fagyott szezonhoz is egy megoldás. Hát nyilván ehhez kellenek jó terménytárolók, és ez a gazdasági fenntarthatósághoz tartozik, amiket most vetítek diákat. Hogy az élelmiszer önellátás, vagy a fenntarthatóság, gazdasági fenntarthatóság az egész tömören lefordítva az annyit jelent, hogy egy helyen megélnek az emberek. Társadalmi fenntarthatóság, vagy inkább akkor úgy kezdem, a környezeti fenntarthatóság az azt jelenti, hogy annélkül, hogy a környezetet túlhasználná, vagyis át tudja örökíteni a következő generációknak is, úgy fent tudja tartani az életét, gazdaságilag, hogy a generáción belül fent tudja tartani magát azon a helyen, és társadalmilag, hogy ezt hosszú időn keresztül fent tudja tartani a közösség, a működését.
Ehhez szintén nagyon sok eszköz és fortély van, elvek, amelyeket érdemes megismerni. És létezik egy ideális társadalmi szerkezet is, amiről szintén kapunk útmutatást a védikus szentírásokban, aminek a követése már egy nagyobb feladat és egy komolyabb elmélyülést igényel ennek a megismeréséhez is, mert ma anakronisztikusnak tűnhet. Ugyan a nagyon sok általános iskolai tanulmányunk az ilyenkor feléled, hogy tudjuk, hogy mit jelent a brámanáknak a kifejezése, vagy mit jelent a kasztrendszer Indiában. Ezt általában még könnyen felidézzük, de hogy ez pontosan mit akar, és milyennek a múltja, milyen a valódi helyzete, ahogyan Isten teremtette ezt, mint ahogy itt mondja is a Bhagavad Gítában, és hogy ezt milyen céllal teremtette, azt érdemes igazán megismerni, mert a társadalmi fenntarthatóság a legnehezebben megvalósítható az mindegyik fenntarthatósági folyamat közül, és ez az, ami egy nagyon komoly segítség, hogyha valaki ezt ismeri, és ez alapján tudja döntéshozói körben szervezni az emberek életét. Itt ennek a részletezésére most már nem marad idő, de nagyon fontos legalább tényként ismernünk, hogy létezik ehhez is segítség a világban, ami hosszú időkön átívelően működött mindig. És még a végére egy pár üzenet, amit a védikus kultúra képes talán a most egyre több mindentől szenvedő társadalomnak segítségül üzenni, amikről ugyan több kézből, több szájból délelőtt is már összeszedtük ezeket. Nagyjából ezek voltak a végkövetkeztetések, és ugyanezt erre sarkal bennünket a védikus kultúra is, egy lelki alapú, istentudatos világképpel. Meg fogjuk érteni, hogyan működik ez a világ, és mi a célunk benne, és mit kéne cselekednünk. Az életünk fenntartásához ez az erőszakmentes életmód az nagyon fontos, hogy ne legyenek azok a karmikus kényszerítő hatások, amik most így a világban, akár háborúk, környezeti válságok, vagy bármi más révén érnek bennünket. És hogy tárjuk fel azokat az értékeket, amik nem anyagi elégedettséget adnak számunkra, mert ezek jelentenek majd egy biztonságosabb fenntarthatóságot. És az, hogy közösségi szinten éljünk, az a hagyományra támaszkodó közösségi együttműködés, itt az együttműködésre tenném a hangsúlyt, az, ami akkor valósítható meg, hogyha értékként tekintünk egymásra is, és értékeljük mindenkinek a személyiségét és egyéniségét. Köszönöm szépen a figyelmet, és ennél sokkal többet tudnék beszélni Krisna völgyről, de azt majd külön.